Most már azért kicsit jobban vagyok, mint tegnap. De azért meg visszafekszek. Mert meg korán keltem 7 óra 5-kor. Akkor kezdődik meg hivatalosan a munka. Nekem. Bocsánat. Csak még most ébredezek. Én is. Tehát a tegnapi állapotomhoz képest valamennyire jobban vagyok. Tudtam már enni. Tegnap egy kis főzeléket, meg ilyen nasikat. Nem morgott annyira a gyomrom, viszont még fáj. Még van egy kis hasmars, de már javulgatok. Diákoknak most elkezdődött az iskola. Úristen, de szeretnék én is diák lenni, még nem olyan, hát csak 2 éve telt el, hogy befejeztem az iskolát, 2,5. Az elsőtől, de 7 éves koromtól, 23 éves koromig, nagyon sok minden történt az iskolába. Így már nem is emlékszem minden részletre. Mert elég sok minden történt, sok tesi óra, amit eleinte nem szerettem, majd ilyen 15 éves korom óta szerettem meg, mert itthon is emelgettem a súlyt, de viszont az a tornaóra nem ilyen jellegű volt, ott mindig feladatokat kellett csinálni, arcon dobtak labdával, ilyen medicin labdával, akkor volt olyan, hogy sokat fölmentettem magam, mert nem szerettem tesizni. Igazából rengeteget hiányoztam általános iskolába. Én is inkább szerettem otthon lenni, mint tanulni, meg bejárni. Aztán ez a szakmás iskola változott meg, mikor már szakmát tanultam. Ugye ott már azért figyelni kellett jobban. Az első szakmám az egy számítógép szerelő volt, de azzal sokat nem érek, meg feldughatom a picsámba a papírt, mert ugyan nem értem el vele semmit, behozták, hogy érettség köteles. Úgyhogy az se. Tehát elmentem kertésznek, abba se dolgoztam, csak max 2-3 napot. De ha választhatnék, inkább visszamennék az iskolába, azt ott dekkolnék. Haverokkal nem hülyéskednék felelősség nélkül, jó, mondjuk sokat tanultam az elmúlt 4 évben, de akkor úgy éreztem, hogy megéri. Első szakmás iskolámban voltak táborok, 2, Szeged mellett volt az egyik, Tajó. El voltunk, az egyik gyerekre rázárták a WC-hajtót, mert hangos volt. Annyi minden történt súlyos időszak alatt, hogy nem is tudnám így felsorolni. Mindet. Egyesével sokat kosaraztunk, tesi órán. Akkor így a kertésiskolában sokat kellett ültetni. Jó osztályfőnökeim voltak, mondom én. Jobb lenne az, úgyhogy gyerekek, ha figyelitek, tanuljatok addig, amíg lehet. Lehet, hogy nektek most ez fárasztó, meg nem akartok járni, de higgyétek el, hogy majd mikor felnőttek lesztek, lesz valami értelme, hogy tanultok. Nem mindegy, hogy az életbe mennyiért fogsz elhelyezkedni, dolgozni. Én már mindjárt rá is fázok a betegségre, mert itt van az ablak. Hogy higgyétek el, lehet, hogy unjátok, meg jaj, tesztírás dolgozott, meg mit tudom én, kinőttem ebből, már nem tudom, hogy működik. Nektek a javatokat fogja szolgálni. Bár csak én is tanultam volna tovább, lehet, hogy nem egy gyárba dolgozni, fillérek ki. Mindjárt jövök. Csak terítek egy zsebkendőt.
Mindjárt jövök. Itt is vagyok, csak átsajtott pórót, már az egy kis baleset történt. Ja, jut eszembe a póról is, mikor már annyi idős voltam, hogy elmehettem diák munkára. Az első diák munkás helyemen kaptam ezt a narancsárga pórót. Obinak nevezték azt a helyet. Ha látjátok, ott szembesültem vele, hogy nem jó dolgozni. Ugyanis. Rögtön ilyen cserepeket kellett válogatni, vagy mi az Isten, én már arra sem emlékszek. Azt tudom, hogy 3 nap után ott hagytam. Mert azt mondtam, hogy úristen, ez biztos nem. Majd elmentem a Frizzlandba, ahol hideg volt. Túlódi gyárba. Azt is ott hagytam, illetve hát oda sűrűbben jártam, egy 7-8 alkalommal megfordultam ott, de aztán rájöttem, hogy annyira kevés pénzt fizetnek, meg fagyoskodni kell, 2 kabát, 2 nadrág, minden lófasz, hogy ott hagytam. Azt is. Majd később visszamentem megint az obiba, amikor már egyedül toltam, 3 diák társammal együtt, illetve hát társamat nem mondanám őket, mert kevés idegenek voltak. Mindegy, annyira kifejlődtem, hogy én mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak. Majd később valami atrocitás volt az óraszámokban, és nem kellettem oda. Ja, meg hát az volt a fő baj, hogy akikkel mentem, azok mind ott hagyták, ismerősök, és ezért nekem is megszűnt, de nem bánom, mert azért annyira jó nem volt. Hát ezek az élmények megvannak a suliba, vagy sulitból. Nagyon sokat kellett kertészkednem. Bárcsak azt csinálhatnám, mert ugye nekem is voltak álmaim, mi szeretnék lenni, csak az élet máshogy hozta. Nagy sikerélmények voltak, mikor az 5-ösöket megírtam. Minden. Amúgy érdekes. Jön az iskola kezdés, általában mindig rossz idő van. Most is esik. Egyszer emlékszek arra, hogy jó idő volt, az is 2010-ben volt, már nem már 20 óta lakok ki, hanem 2019-ben, szeptember 1-én mindig összefuthattam a régi osztálytársammal, haverommal, aki már szintén dolgozik, hogy mégis milyen, hova került, mit tudom én. Mondtam, hogy én ugyanoda, mi van, hogy van. Rengeteg élmény volt, többet utaztam, és másabb volt. Most bemegyek a munkahelyre, aztán egy hangú a munka. Jó, nem nehéz, de mégis másabb, mint az iskola. Mindig mondták, hogy majd visszasíratta az iskolát. Azt hiszem, most értettem meg igazából, hogy mi is mondják, amióta dolgozok. Úgyhogy tanuljatok, ameddig lehet. Ne hanyagoljátok-e? Tudom, hogy nehéz, meg tudom, hogy könnyű így mondani, de higgyétek el, hogy célra vezetőbb, ha figyeltek, szerzitek a jó jegyet. Aztán ennyi. Na de ennyi volt a sulis téma. Akarjátok, megfogadjátok, akarjátok, nem? Na. Tévézni fogok, pihengetek, holnap el kell menjek az igazolásért, hogy hétfőtől
képes vagyok, vagy keresőképes vagyok, de jó. De mai nap még pihenés, holnap meg elég csak délre oda mennem, vagy dél előtt, 12 előtt. Úgyhogy bőven lesz időm akkor is pihengetni. Úgyhogy ennyi. Ma is fogok enni, mert az van. Hozzá tegnap sütöttem ki, amikor már volt erőm, rántott sajtot, és kb. Ennyi lesz. Mai ebéd, nem akarom megterhelni jobban a gyomromat ennél, mert lehet, hogy azért lettem rosszul, mert olyan dolgokat ettem, amiben lehet, hogy azok a összetevők vannak, megfordulnak, amit én nem ehetek. Nem elképzelhetetlen, hogy a kóla, hogy iszok naponta egy pohárra, vagy esetleg a Fanta. De hát, ha már ennyit nem lehet, akkor tényleg nincs miért szenvedni a világba. Az egy pohár kóla szerintem nem árt naponta, bár ki tudja, fene tudja, hogy itt már mi árt, mi nem árt. Nagyon sok mű dolgot csinálnak, már műkaját, meg mit tudom én. Az a baj, hogy nem tudni, mi van az ételekben. Úgyhogy ezzel az a baj, mindent megeszünk, aztán itt a baj. De hát jó van. Ajánlag jó vagyok. Csak ilyenkor mindig elgondolkozok, hogy tényleg mennyivel jobb lenne a suliba. Még voltak igaz barátok, vagyis hát azt hittem igaz barátok. Aztán ki tudja, hogy most tényleg azok voltak-e, vagy nem. Mindegy, szép korszak volt. Csak ugye az ember, amikor ott van, akkor dolgozni akar, mikor dolgozni kell, akkor meg suliba járna. Ez mindenki lében, ez örök törvény. Sajnos. Aztán a másik táborban elfelejtettem mondani, az pedig ilyen erdélyi tábor volt, hát az nem tetszett, mert bedagadt a szemem az energia miatt. Plusz olyan hátra tettek, hogy éjszaka mindig sétálni kellett ilyen diszkóbuli után. Tini diszkó, vagy nem tudom már, hogy nevezték, mindegy, ott közel megoldották. Aztán mindig vissza kellett sétálni a lakrészre, rohadt sötétbe, sineken keresztül, megakadtam válton. Hú, mennyi minden volt. Rága jó Istenem. Teljes nap nem lenne elég elmondani ezeket. Nem mindig jó tanuló voltam. Próbáltam 3-as, 4-esre. Mindig bizonyítani. Na mindegy, gyerekek. Úgyhogy tanuljatok. Használjátok ki azt, hogy van lehetőség tanulni. Én viszont elbúcsúzatok, mert még én is össze kell szedjem magam. Vigyázzatok magatokra, szép napot kívánok. Sziasztok!